Nekem egy gyerekkori vágyam volt, egy tárgyi vágyam volt életemben, az a Ford Mustang, de az 12 éves korom óta konkrétan, a videókorszak óta. És olimpiai bajnok lettem, nem vettem meg. Azt mondtam, hogy családalapítás, építkezés akár. Kétszer olimpiai bajnok lettem, világegyébként választottak meg, én nem vettem meg, mert azt mondtam, hogy ez a diploma, még akarunk még egy gyereket, majd meglátjuk. Háromszoros olimpiai bajnok lettem, nem vettem meg. 20 millió forintot kaptunk, ugye állami jutalmat. De abban vettem volna 3-4 Ford Mustangot, és azt mondtam, nem az az idő van. És valahogy az, hogy anyukámnak láttam, hogy 5000 forint volt a fizetése házmesterként, az a, nem tudom, vagy mindig kicsit visszahököltetett, hogy nem szabad ilyen. Tehát az élet ad meg elvesz, mert Jóisten figyel minket, és hogyha tényleg X-re játszik ez a dolog, akkor ha én idő előtt gondolom azt, hogy valamit elveszek, akkor valamit időt el akar venni tőlem ő is, és azt meg nem szeretném. Úgyhogy a negyedik olimpia után lett meg a Ford Mustang, és hogy milyen az élet adott, én elvettem magamtól, hogy kaphassak egy Mustangot majd. A Ford Magyarország vezérigazgatója egy előadást hallott, amit tartottam, a Grupama Arénában egy leasing cégnek, és ott, bocsánat, hogy elkanyarodtam, csak hogy az életről, ugye erről beszélünk, és hogy neki tetszett az előadásom és a személyiségem, és beszélgettünk egy-két dologról, próbáltam behozni a Honvédba a Fordot, támogatásnak, így próbáltam így lobbizni, és mondta, ne beszéljünk másról, beszéljünk rólad, szeretnénk fölkérni a Ford Mustang nagykövetének. Egy éve egy 15 milliós Ford Mustangot vezetek, mint Ford Mustang nagykövet, óriási megtiszteltetés, miközben ott van az 52 éves Ford Mustang, ami egyébként egy átlagos autó ára volt szerencsére. De hogy nem ajándékoztam meg magamat, úgy éreztem ideje korán azzal a régi autó, és kaptam. Úgyhogy két Mustang van most. Tehát milyen az élet? Anyukám 5000 forintos házpesteri fizetésétől eljutva odáig, hogy most két Mustang van. Je dois faire la plonge. Il n'y a plus de verre. Soulever l'éponge devient un.